Tanácsadás a nemrég megújult Sarló utcai rendelőben. Gyermekorvos és védőnő vizsgálja meg, hogyan fejlődik a két csecsemő, és ad tanácsokat az édesanyáknak. Ha szükséges, ők hívják fel a figyelmet arra is, milyen jótékony hatású a gyermek növekedésére az anyateljes táplálás. Sikerül elérnünk, hogy tényleg csak a legszükségesebb esetben nyúljanak a tápszerhez, hiszen az anyatej főleg nyáron kényelmes, nem kell férni a fertőzésektől, nem kell főzni. A babának minden igényét kielégíti, a folyadék mennyiségét nyáron, azon kívül a vitamin igényét. A szoptatásra már a terhesség idején is készülni kell lelkileg, vallja Raduka Gyöngyi védőnő. Tapasztalata szerint az anyukák manapság egyre nyitottabbak is erre. Rohanó világunkban a természetes mechanizmusok azonban nem mindig működnek, és a szoptatást előtérbe helyező társadalmi nyomás is nagy a kismamákon. Sokszor ez a nagyon akarás képez egy görcsöt az anyukákban, és ezt próbáljuk egy kicsit enyhíteni avval a beszélgetéssel, amit folytatunk velük, de természetesen előfordul, amikor tényleges fizikális segítségre is szorulnak, egy mellbegyulladásnál például számtalan esetben segítkezik a védőnő kifejni azt a becsomósodott mellet, hogy meggyógyuljon minél előbb az anyuka. Az anyateljes táplálás világnapjához kapcsolódóan több év szünet után most Székesfehérváron is rendezvényt szerveznek az önkormányzat támogatásával. Hétfőn 9:30 kezdődik a program a Szabad Művelődés Házában. A résztvevők szakértői tanácsot kaphatnak a szoptatás témájában, többféle szűrővizsgálaton vehetnek részt és megismerkedhetnek a babamasszázs, valamint a kismama joga jótékony hatásaival is.